A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hat tudományi és honvéd tisztképzőkara tisztjelöltjeinek tartott előadást Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tárcavezető áttekintette az aktuális, a hazai védelempolitikát is alapjaiban meghatározó nemzetközi biztonsági helyzetet, amely megkövetelte a honvédelmi és haderőfejlesztési program elindítását. Mint mondta, annak középpontjában változatlanul az ember, a katona áll, ezért dolgozták ki a kiszámítható és stabil életpálya-modellt, amely magában foglalja az életményrendszer folyamatos bővítését, a lakhatási támogatást, az előmeneteli rendszert, az egészségkárosodási ellátást, valamint az életpálya egészét átölelő struktúrát. Egy katonai szolgálat, egy katonai hivatás az nem 5 évre, tíz évre és 20 évre szól. Arról szól, hogy valaki ezt hivatásként választja, és hivatásként akarja ezt a feladatot ellátni. Ehhez pedig kell a társadalom, a mindenkori kormány megbecsülése, elismerése és támogatása. Prezentációjában Benkő Tibor ismertette a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi és folyamatban lévő haditechnikai beszerzéseit, a logisztikai korszerűsítést, a kutatás és innováció kiemelt fontosságát, a hazai hadipar újraindításának elgondolását és eddigi eredményeit, a kadétprogram szélesítését és az altisztképzés fejlesztését is. A miniszter a hazai tisztképzés kapcsán elmondta, megújítják annak struktúráját, erről folyamatos az egyeztetés a nemzeti közszolgálati egyetemmel. Nekünk kell karrier tisztképzéssel foglalkozni, amelyet a nemzeti közszolgálati egyetem keretében kívánunk megvalósítani, és kell specialistákkal foglalkozni, de a kettőnek az összehangolását, az ötvözetét kell nekünk szépen megalkotnunk. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseket a kormány a legmesszebb menőkig támogatja, mind erkölcsi, mind anyagi szinten. Ennek köszönhető, hogy idén a védelmi kiadásokra 1003 milliárd forintot fordíthat a tárca, és 2024-re pedig hazánk eléri a NATO felé vállalt a GDP 2%-át kitevő védelmi költségvetést.